Homokváraépítő versenyt szerveztek szombaton. A Lidós részen családok nagy koncentrációval és kreativitással készítették a műveket. Sokan azonban a csobbanást választották, népszerű volt a vízi bicikli is. A kánikulában fiatalok és idősek egyaránt kilátogattak a strandra. Úgy telik a napunk, hogy ugye lejövünk reggel, kipakolunk, mert nagyon sok ember van, és akkor foglalunk helyet valahol, ha találunk, és akkor lepihenünk, és bemegyünk a vízbe, nagyon sokat a tesómmal játszunk a vízbe, nagyon sokat fürdünk, csatázunk, meg ilyesmi, és utána kijövünk a vízből, ugyanúgy lefekszünk, pihenünk egy kicsit a családdal, és utána elmegyünk közösen ebédelni, vagy lángos, vagy valami étterembe elmegyünk. A helyiek és a nyaralók is nagyon várták már, hogy megérkezzen az igazi nyár. Bár a térség bőven kínál kirándulási lehetőségeket, a legtöbben mégis a Balaton miatt érkeznek Keszthelyre. Nem csak hazai, hanem külföldi turisták is vannak. Egyre több a cseh, a lengyel és a szlovák utazó. A hazai vendégek közül pedig sokan visszajárnak. Nagyon jó a telik, hát egy hete vagyunk itt, abból egy 4 nap az ilyen esős, kirándulós idő volt, most az utóbbi 3 nap nagyon jó strandolásra. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének adatai szerint az idén 30-40%-kal esett vissza a balatoni turizmus. Flesz Tamás elnök arról beszélt, sokan választanak inkább külföldi desztinációt a magyar tenger helyett. A Magyar Turisztikai Ügynökség statisztikái azonban mindössze 2%-os visszaesést mutatnak. Guller Zoltán elmondta, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének 85 balatoni szállodára van rálátása, és nem számol a több mint 10 000 magánszállás helyjel. Keszthelyen is az a tapasztalat, hogy megérkeztek a vendégek. Nagyon vártuk már, hogy végre jó idő legyen. Sajnos a június és a július nem kényeztetett el bennünket. Úgy gondolom, hogy ez az idei nyárnak az első igazi hétvégéje. Mondhatni, hogy beindult a főszezon. Elmondható, hogy a városi strandon egy töröl között nem lehet letenni annyi vendégérkezet. Nemrég érkeztem a Helikon strandon, ugye az a keszthelyek számára ingyenes, úgy látom, hogy ott is az előzőekhez képest sokkal többen vannak. A Libás strandon pedig a parkoló megtelt, úgyhogy ez is azt mutatja, hogy elindult a nyár, és itt a főszezon, amit nagyon vártunk. A nyaralás alkalmával kifejezetten fontos figyelni az UV védelemre is. Az idén már több alkalommal volt extrém magas a sugárzás, ezért az árnyékban is érdemes bekenni magunkat a fényvédő termékekkel.